Jelenleg a szövetségnek körülbelül 110 milliós adóssága van. Ennek a mértéke 85 millió forint. Tehát az elmúlt 2-3 évben olyan eseményeket és rendezvényeket szerveztünk, amivel fölhívtuk a figyelmét a haza és a külföldi döntéshozónak a röplabdázásra, és kvázi ennek az előbefektetési összege ez. Az a vezető, aki 2,5 év alatt ekkora adósságot halmozott föl, annak nem biztos, hogy szerepet kell vállalni abban, hogy több száz millió forintot elköltsön. Ezért nem támogatja az április 30-ai közgyűlésen a jelenlegi elnök újraválasztását Németh Lajos. Na de kezdjük a történetet az elején. Röplabda a világ egyik legjobban eladható sportága, legalábbis külföldön. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a londoni olimpia legnézettebb száma volt. Na de itthon már más a helyzet. Az egyesületek sorra szűnnek meg. Még ha a pontos összegben nincs is megegyezés, a tény az tény, hatalmas adósság halmozódott fel. 2010 nyara óta vezeti a röplabda szövetséget Tóth Tamás. 4 lánya van, mindannyian röplabdáznak. Így csöppent bele ebbe a világba. Megtanultam az elmúlt időben azt, hogy hogyan lehetne ebből egy sikeres történetet építeni. És ez az új szemlélet, ez az új, mondjuk azt, hogy menedzser szemlélet már olyan konfrontatív ütközési pontot jelentett a régi szakmai emberekkel. Szakma alatt az edzőket értem, amik egy megvalósíthatatlan programoknak az előirányzását prognosztizálta. Így jutottunk el odáig, hogy az elnök most április 29-én lemond, de azzal a reménnyel, hogy másnap újra kinevezik. Egyfajta megerősítést is szeretne, hiszen nagy feladatok állnak a következő elnök előtt. 2013 nyarán ugyanis majd 500 milliós állami támogatást kap a röplabda. 2012-ben, amikor a MOB kommunikálta, hogy 10 kiemelt sportágat szeretne megjelenteni, abban a röplabda nem volt még benne, és akkor kezdtük el ezt a marketing aktivitást, és az volt a stratégiai célunk, hogy bekerüljön ebbe a kiemelt sportágak közé. Ezt sikerült elérni, úgyhogy hát örömmel jelentem, hogy a röplabda megkapta azt a szubvenciót, amire szüksége volt, úgyhogy most már rajtunk van a sor, hogy ennek megfeleljünk. Ahhoz neki semmi köze. A röplabdás társadalomnak sincs köze. Ez egy bizonyos személyes jó lobbinak köszönhető, hogy a röplabdázás ott van a 10 sporták között. Németh Lajos, a TF tanszék vezetője, a női röplabda válogatott egykori kapitánya és volt elnökségi tag, ugyanis novemberben lemondott, mert úgy látja, nem jó irányba mennek a dolgok. 2 éve nincsen elfogadott költségvetése a szövetségnek. Hát sosem tudtuk azt, mert elnökségi tagok és a elnökségi tagok közülket 2-3-an állnak föl vetettük ezt a kérdést, hogy hát szeretnénk látni pontosan, hogy egyáltalán mennyi bevétel, mennyi kiadás van tervezve. Ki lehet jelenteni, hogy a röplabda bizony veszélybe került. Habár az államtól nyáron érkező több százmilliós támogatás megmenti a sportágat, de kis hiány csődbe kerültek. Ez azt jelenti, hogy egy szövetség megszűnik, akkor nincs bajnokság, nincsen kupák, mert nincs, aki kiírja a bajnokság, tehát az egyesületek élete is ebbe a évre, vagy addig, amíg nem alakul újra a szövetség, úgymond amatőr alapon, vége a sportágnak. Tehát itt azért itt erről van igazából szó, és ezzel játszott az élményem szerint Tóth Tamás. De penge élen játszott ezen, és táncoltatta a sportágat. Az egyik oldal szerint az adósság felhalmozásának oka, hogy nem jöttek be a szponzori pénzek a röplabda szövetségbe, miközben a kiadások standardek. Pedig a röplabda szövetség alapszabálya kimondja, hogy az elnök egyik legfontosabb feladata a támogatók megszerzése. Tóth Tamás szerint voltak erre próbálkozások. Nekem van egy stratégiám. A stratégia az 5 éves tervet jelentett. Ennek az első 3 évnek az volt a stratégiája, hogy fel kell magunkra hívni a figyelmet, ez csak és kizárólag rendezvények megszervezésével lehetett, szükségszerűen ráfordításokkal. A stratégiának része volt az, hogy be kell emelni az állami támogatott kiemelt sportágok közül, ugyanis addig szponzorral nem tudtunk tárgyalni, amíg a TAO sportágok sokkal nagyobb állami támogatás, sokkal nagyobb előnyöket jelentettek. Én nem tudtam a CEB-vel és az FLVB-vel tárgyalni addig, amíg a helyi állami támogatást nem tudtam megszerezni. Tehát ez az első lépcső, ami kellett. Hogy az adósság pontosan mennyi és kinek van igaza, nem feladatunk eldönteni. Az viszont, hogy belső viszályok szabdalta a sportág, világosan látszik. Németh Lajos szerint most érett meg a röplabda társadalom arra, hogy ne személyi kérdésről döntsön, hanem a sportág érdekét tartsa szem előtt. És úgy tűnik, talán ebben az egyben egyet is értenek Tóth Tamással. Szerves megtisztulási folyamatnak kell, hogy legyen, tehát én egy nagy megmérettetésre várok. Én annyit kértem, hogy a küldöttek 72 darabról beszélünk, mindenki jöjjön el, mindenki hallgassa meg.
mindenki foglaljon állást, hogyha esetleg kérdése van, kapja meg rá a választ. Mindenképpen fontosnak tartom, és úgy néz ki, hál' Isten ez meg fog valósulni, hogy egy új elnöke és új elnöksége lesz a Magyar Röplabda Szövetségnek, és az viszont én garantálom, akár nyertesség, akár veszteség esetén is, hogy kell hagyni azt az elnököt és elnökséget dolgozni a következő 5 évben, mert ez a legfontosabb, hogy egy biztonságot és bizalmat tudjunk a döntéshozók szemében gerjeszteni. A végén pedig visszatérve a sportágra, külön érdekessége a történetnek, hogy a szakma szerint igenis reális esélyünk lenne kijutni egy 16 csapatos Európa-bajnoki döntőre. Persze ehhez rendezett körülmények kellenek, amik jelenleg szemmel láthatóan nincsenek.